színész írók, író színészek sorozatunkban most egy rendhagyó adás következik. Mert aki velem szemben ül, ő zongoraművész és karmester. Méghozzá az egyik legismertebb az országban, hiszen Kossuth díjas, és tavaly lett a nemzetművésze. De emellett még nagyon sok díjad van. Ha megengedi a kedves közönség, akkor tegezni fogom Vásári Tamást, mert kollégák vagyunk a rádióban. Itt van előttem két gyönyörű kivitelű a Libriben megjelent kötet, pontosabban az üzenet két kötete, és én már nagyon várom a folytatást, hiszen ez egy életregény. Így van. Nem életrajz, nagyon fontos. Nem, hanem életregény. Igen. Egy pszichodráma, ezt is pontosan egy. Pontosan, ez a gerinc. Tulajdonképpen két síren fut a könyv, az egyik a pszichodráma, ahogy ezt mondtad, a másik pedig hát élménysorozatok az életebből, ami tulajdonképpen olyas, úgy néz ki a számomra, mintha ott valahol a fellegek mögött megírták volna ezt a könyvet, illetve kitalálták volna ezt a könyvet, hogy erre szükség van, leélették velem ezt az életet, és leíratták velem. Mert annyira nem az volt a motiváció, hogy én most egy könyvet írjak, mert én pénzt akarok belőle csinálni, vagy hírnevet, vagy egyszerűen írói ambícióim lennének, hanem egész egyszerűen az volt az érzésem, nekem írni kell. De te gyerekkorod óta írsz, piros fedeles, ez ugye egy kemény fedeles naplód. Igen, és aztán verseket írtam, sőt, még Kodálynak is megmutattam egyik versemet, és azt mondta rá, hogy jó, ami egy nagy dolog volt az ő részéről, egy ilyen elismerés. De azért csak maradj zenésznek, és gondolom ez is benne volt. Nem mondta. De mindesetre, amikor Angliába költöztem a első feleségemmel, Ildikóval, akkor egy este emlékszem, 1969-ben mondom neki, hogy én úgy érzem magam, mint egy 9 hónapos anya, akiből már kikívánkozik a gyerek. Szóval, na és hát ki ez a gyerek? Mi ez a gyerek? Mondom, hogy nekem le kell írni azokat az élményeket, az én gyerekkori élményeimet, amelyek nem azért érdekesek, hogy mi történt, hanem hogy azok hogy hatottak rám. Mert pontosan ez az engem nagyon érdekelt, hogy miért van az, hogy az embernek a gyerekkori élményei azok olyan drágák, olyan értékesek. Hát egész egyszerűen aztán sokat úgy gondolkoztam, hogy az szerintem, és azért mondjak, hogy úgy, milyen szép gyermekkor, ugye, mert hát persze nem mindenkinek, de aki így emlékszik, és a többség így emlékszik a gyerekkori élményeire, az azért van, mert a gyerek az a jelenben él. És amikor Krisztus azt mondja, hogy engedjétek hozzám a kisgyereket, mert övék a mennyeknek országa, ez nem azt jelenti, hogy a kis butáké a mennyeknek országa, hanem azoké, akik a jelenben élnek, mint például azok a szentek, vagy azok a guruk, azok a jógik, ugye, akik tényleg a jelenben élnek, és nem számítani, hogy holnap mit fogok én csinálni, vagy miért csinálom, abban a pillanatban tudják, hogy most nekem ezt kell megélni. És a gyerek azt a pillanatot éli meg, ugye édesapám felsőházi tag volt, és gazdálkodó, és amellett gazdaságok volt a vásári testvéreknek, amelyet elsősorban ő intézett, és rendszeresen Debrecenből, mert debreceniek vagyunk, Debrecenből feljárt Budapestre, és amikor engem magával felvitt, mint kis gyereket, ő tanulta a felsőházi beszédeit, vagy nézte az elszámolásokat az a gazdasági üdegben, én pedig néztem ki az ablakon, és néztem a tyúkokat, ahogy szaladgálnak, néztem a másik vonatot, amit jött velünk szembe, az állomásfőnököt, hogy tartja fel ugye ezt az indító táblát, és ilyen módon én a jelenben éltem, ő pedig a jövőben. És ha belegondolunk, hogy amikor elkezdünk gondolkodni, akkor tulajdonképpen a saját életünkkel kapcsolatban, akkor a mindennapi életben az mi történik? Vagy a jövőben vagyunk, vagy a múltban vagyunk. Ez történt velem, ez lesz most, de nem az, hogy mi van ebben a pillanatban. Tehát tulajdonképpen az életünknek a nagy részét elfecséreljük, és nem veszük észre a pillanatnak az értékét. Legyen az jó, vagy legyen az rossz. De neked egy fantasztikus memóriád van, mert amikor olvastam ezt a
több ezer oldal, tehát mondhatjuk azt is, mert az egyik az 700 valamennyi, a másik meg 500 valahány oldal életregényt, akkor úgy belegondoltam, hogy én pécsi lány vagyok, és 9 éves koromig ott éltem, de nekem csak ilyen emlékfoszlányok vannak meg. Neked meg szinte a születésed pillanatától rengeteg dologra emlékszel. Igen. Hát persze, most nézzük meg kicsit tudományosan, hogy amikor azt mondom, hogy milyen memóriád van, az egy, azt meg kell fordítani, hogy mi az a szelep, ami a memóriád, amire mindenre emlékszel, mert mindenki mindenre emlékszik, csak van egy szelep, van egy szelekciós szelep, ami elhatároz, hogy erre emlékszem, arra nem emlékszem. Ezért a legtöbb pszichológiai probléma megoldása az, hogy az illető nem emlékszik arra, hogy mitől rángatózik a válla, vagy mitől pisil be, vagy nem tudom, mi történik vele, de ami rendhagyó, és amit betegesnek találnak, de nem tudják, hogy miért. Azért, mert nem emlékszik arra, például kislányokat megerőszakolnak gyerekkorukban, nem emlékszenek, nem emlékeznek rá. És abban a pillanatban, igen, hogy már ő maga nem, mert a jó pszichológus első 5 percben tudja, hogy erről van szó, de hagyja, hogy 2 évig, vagy ameddig az magától ő ki nem mondja, meg nem érik benne azt, hogy most már kimeri mondani, mert felengedheti a valaki benne, egy harmadik személy, felengedheti a tudatába azt, ami megtörtént vele, akkor meggyógyul. Te kis püspök, így hívott a nagypapa. Hát az én nagyapám. Nem, igen, kis püspök. Kis püspök. Igen. Kis püspök. És én meg, hát ugye megkértem a nagyapámat, hogy hát ő akkor halt meg, amikor én 3 éves voltam, de úgy emlékszem rá, mint akárkire, és erősebben emlékszem rá, csak a dimenziók másak. Tehát én mindig, ha rá gondolok, sokkal nagyobb ember, mint én vagyok, és álmaimban is, amikor megjelenik, ugye akkor szobanagyságú, olyan arányban, hogy a 3 éves gyerek és ő viszonylag egymáshoz. És hát nagyon nagy hatással volt rám, és hát ő mindig rengeteg levelet írt, és egyszer mondta neki, hogy nagyapa, írja már nekem is egy levelet, és akkor írt egy borítékot, amire azt úgy címezte meg, hogy Vásári Tamás nagy tiszteletű úrnak. És hát ez bárig is el van téve ez a levél. És nagyon sok dokumentumot őrizhet. Sajnos nem eleget. Nem elkallódtak dolgok, sok költözködés volt, és rengeteg fénykép, ami nagyon fontos volt nekem, úgy egyszerűen eltűnt, nem is tudom, hogy hol vannak. De talán azért irányítják úgy ezeket a dolgokat, hogy ne ragaszkodjak földi dolgokhoz annyira. Ami egy nagyon nagy képű kijelentés, de ezek a szenteskedésnek ható kijelentések, ezek a legpraktikusabb dolgok a világon. Szóval én szerintem Krisztus, Buddha a legpraktikusabbak voltak, tanítók voltak, mert azt tanították, hogy hogy legyél boldogabb. És nagyon érdekes, mert az első feleségem, aki ugye meghalt, akkor hagytam abba. Tulajdonképpen még egy darabig, mint 100 oldalt, 150 oldalt írtam aztán, de kiment a motor a lelkemből, mert én tulajdonképpen neki is írtam, amit írtam, mert ő nagyon szerette azt, hogy én írjak jobban, még jobban, mint a zenélés, mert az egész családja írókból állt. Brazíliában, ugye, ahol éltek. Úgy van, az apja író volt, akkor a első férje az én barátom író volt, és hát ő rengeteget állandóan olvasott. A Dél-amerikai Magyar Hírlapnak volt a szerkesztője az édesapja, Kutasi Kovács Lajos, és a kislány ugye bejárt oda az irodába, és ott volt egy ilyen magyar könyvtár, és azt mindet elolvasta. És nagyon érdekes, hogy általában az emigrációban a szülők mindig a gyerekektől akarták, és tanulták is meg a nyelvet, az idegen nyelvet, de ebben az esetben ez nem működött, mert a két fiú, a Ildikó két bátya és ő egyszerűen ellenállt, hogy miért nem, ez egy furcsa dolog, de ellenálltak, és nem voltak hajlandók otthon másképp beszélni, mint magyarul. Hát az iskolában természetesen kimentek a városba, hogy a São Paulo-ba éltek, ott természetes brazilul, és otthon csak vagy a szülők sose tanulnak igazán jól portugálul. És portugál, igen. Így van. De te csoda gyereknek számítottál. Igen, de várjál, mert most visszakanyarod, mert nagyon elkalandoztam. Ebből nekem ebben a vonatkozásban is egy Szepes Mária egy nagyon nagy tanulság volt, és nagyon
Díjat is kaptál, Szepes Mária díjat is kaptál. Így van, így van. És a Mária volt az, aki még 99 éves korában is, mind a haláláig, amikor elkezdett beszélni, hihetetlenül elkalandozott a kiinduló pontot, de visszatalált. Én nem mindig találok vissza. De én csak ezt kezdtem el elmondani, hogy hogy kezdtem el, hogy miért akartam írni, azért, hogy ezt a gyerekkort leírjam, hogy mit egy házsarok, egy kutya, egy délután. Tehát egy kicsit ilyen prusztosan, amit én nem tudtam, mert sajnos... Teljesen olyan, mint az eltűnt idő nyomában. Na most mit mondtál ki? Milyen a véletlenek, hát erre majd vissza akarok térni, mert ez elképesztő, ahogy az életemben látom a véletleneket, és mint ómeneket, amely véletlen igazolja nekem mindig, hogy az, ami most történt, ez most nagyon fontos, és mi törődünk veled. Na most az első feleségem volt, azt mondom, akinek tulajdonképpen szórakozásból is írtam, mert mindig, amikor megírtam akár egy oldalt, akár 20 oldalt, mint ahogy a vadászkutya, amikor lelövi a gazda a fácát, akkor szájába oda vissza. Én a számba, amit még játékból is volt, ide fogtam azt a két-három papírt, amit leírtam, és vittem a számba neki felolvasni, és ezóta a legkedvesebb szórakozásunk, hogy amit én írtam, azt felolvastuk együtt. És aztán, amikor ő meghalt 47 éves korában, itt meg a számisztika fog bejönni nagyon érdekes módon, mert erre majd szintén visszatérünk, akkor hát én abba hagytam, még egy picikét írtam, valami 150 oldalt, és aztán nem írtam tovább. Tehát ez volt az, ami engem inspirált, tehát az, hogy leírjam, amit szerettem volna, és hogy neki felolvassam. És hát ő, mondom, 47 éves korában halt meg, és mi megbeszéltük, mert nekünk meggyőződésünk volt, hogy hát van halál utáni élet, illetve örök életűek vagyunk, mert ugye két részből állunk, az egyik az anyagi, halandó korlátot, és a másik a lelki, vagy szellemi, az pedig a korlátlan isteni örök. És ez a korlátlan isteni örök aztán nagyon érdekes, hogy hát akkor miért kell ez az anyag? Hát majd erre visszatérek, hogy mi az én világnézetem. Na most Ildikóval mi megbeszéltük, hogy ha amelyikük előbb hal meg, az tudósítani fogja a másikat arról, hogy valóban jól képzeltük, és van halál utáni élet, van túlvilági élet, és hát pontosan ez történt, rögtön a halála után, tehát a másnap, sőt, bocsánat, még a halála pillanatában is tudósított, tudnélik, a kórházi szobában, a London Clinic kórházi szobában, ahol meghalt, 1994-ben, ott volt az anyósa, és ugye az anyósa apósa Londonban éltek, egy lakásban, ami közel volt, és az egyik bátyja, az orvos bátyja, az onkológus bátyja Los Angelesből átjött, mert ő már tudta, hogy most már az utolsó pillanatban fog innen megérkezni, és ő volt jelen, meg természetesen én. És ahogy Ildikó meghalt, hát vannak fényképek egy héttel a halála előtt, gyönyörű, meg nem mondaná senki se egy beteg, rákosoknál ez nagyon nagy ritkaság, olyannyira, hogy a sógorom azt mondta, Szabolcs, Kutasi Kovács Szabolcs, ő azt mondta nekem, hogy ő életében ilyet nem látott, hogy egy rákos beteg, aki úgy hal meg, hogy ne legyenek külső szimptomák, semmi, sőt, ragyogóan szép volt, és akkor, hát ez nagyon megható volt, hogy ugye őt az orvosa morfinnal segítette át. És az azt jelenti, hogy a morfin az megbénítja a testet. Tudom. Hát általában ezt csinálják. De az utolsó a két funkció, a hallás és az agyi funkció, tehát az megmarad, igen. Tehát mindent hall, mindent tud, hogy mi történik körülötte, csak fizikailag nem tud mozogni, nem tud válaszolni. És így feküdt, és ugye bár ő nem tudta, amikor az orvos megkérdezte, hogy emeljék még az adagot, emeljék, mert az hát ettől halt meg. Tehát ezzel segítették át, és megmondta, hogy minél előbb szeretne meghalni. De hiába emelték az adagot, azt mondta, ezt én nem értem, már 10 férfinek meg kellett volna halni, és nekem kellett volna mindig az engedélyt megadni, ami
azért egy nagyon rossz érzés volt, de viszont ugyanakkor tudtam, hogy ez a feladatom. És akkor úgy feküdt, és nyitva volt a szája, és akkor szájon csókoltam, amire az agyos azt mondta, hát ez most nem lehet ilyet. Abban a pillanatban meghalt. Tehát, mintha ezt várta volna meg. És akkor, amikor meghalt, akkor valami olyan fantasztikus aura vette körül, egy aranyos aura, amitől olyan szépség volt, egy nagyon szép nő volt különben is, de itt valami egész különleges szellemi, olyan, hogy nem is mondhatom, hogy ez szép nő, egy szép lélek, az rá volt vetítve, amit ő szerintem tudatosan vetített oda a testére, amit itt hagyott, és erre aztán utalt is, amikor én beszéltem vele később, de nem akarok magam elé vágni, és akkor azt mondta a sógorom, hogy ő ilyet életében nem látott, és elővette, mert nagy fényképész út is volt a sógorom, amatőr fényképész, és hát rengeteg képet csinált ugye az utazásai során, és hát ezt le kell. Hát itt persze anyosom most még inkább mondta, hogy ez szentségtörés, hogy ott meghalt a testvéred, és ott a csinálsz róla felvételeket, és egy csomó felvételt csinált róla, egyetlen egy se jött elő, egyetlen egy se. Minden, amit előtte csinált, minden, amit utána, mintha ott fentről azt mondták volna, hogy ezt nem lehet. És akkor azt nagyon szépet mondott a Szabocs, hogy én egész életemben a halálnak voltam az ellenség, és az én ellenségem a halál. És most azt kell mondanom, hogy egy szép életnél csak egy szép halál a szebb. Erről nekem a te könyvedben az a részlet jut eszembe, amikor ugye te Freuddal és Junggal is foglalkoztál, hogy igen, kérdezték igen, a igen. Jungot fiatal korában, hogy hisze Istenben, igen. És azt mondja, a gond azt hiszem, hogy hiszek. Nem, hadd engedd meg engedd. Később, öreg korában azt mondja, hogy most már tudom, így, hogy létezik. De ez így, most azt mondja, hogy nem hiszek. És erről mindenki megdőve, azt mondja, most már még tudom. Még csak hisze, de most már tudom, így hogy van. Ez, most már van, tudom, hogy van. Na de térjünk egy kicsit vissza, ugye egy mondtam, hogy itt a több ezer oldalban. Nem. Sok-sok történet van, de én szeretnék egy picit visszakérni hozzád. Nem engedlek, mert ide akartam kiukadni, hogy amikor, hogy üzent. És igen, ez az üzenet, érde. Amit most a hallgatóknak is elmondok, de nagyon sok esetben éppen pont a magyarországi menedzseremnek az édesapja mostában halt meg, és megvigasztalódott vele, amikor én Tokodi Ilonával így ismerkedtem meg, hogy erről beszéltem, hogy Ildikó üzent onnan, és pont akkor halt meg az Ilonának az édesapja, akit nagyon-nagyon szeretett, és nagyon kötődtek egymáshoz, és őt is megvigasztalta. Szóval ez most egy ilyen vigasztalan, tehát az, hogy hát először is ugye megbeszéltük, hogy ők az a mennykünk előbb meghalt közül. És miután ő halt meg előbb, nem volt tanulszörnyű, mert 14 évvel voltam idősebb, mint ő, de hát ez így történt. És akkor az első üzenet az volt, hogy én kimentem a parkba sétálni, Londonban, én mindig olyan helyen laktam, hogy a természet közelbe, úgy tanulom a partitúráimat, és sétálva, tehát ott óriási nagy park, és volt egy pont a parkban, ami volt egy kis pad, és szembe vele volt egy ilyen kis domb, és ez volt a rituális hely, ahol mi mindig leültünk, amikor ő értem jött, most már itt kész a vacsora, vagy kész az ebéd, és akkor leültünk a padra, és még ott beszélgetünk, és úgy mentünk haza. Na most ide egy fasor vezetett, és másnap, tehát éjjel halt meg, és 11 óra 47 perckor, és másnap reggel kimegyek sétálni, és borzalmas, szomorú voltam, hogy ez nincs többet, ide nem fog ilyen. És akkor odaérek, megyek a fasorba, és mondom hangosan, hogy Ildikó, most adj jelet, hogy vagy. Kiérek a fasorból ide erre a helyre, ahol szembe van a domb, ugye a kis pad, és szembe vele a domb, és a domb, mintha oda rajzolták, vagy festették volna egy vastag szivárvány, így pontosan bekeretezte. Hát ezt nem lehetett félreérteni, és abban a pillanatban haza akartam szaladni, hát nem tudom, egy olyan 300 méterre volt a házunk ettől a helytől, és egyszerűen nem tudom ezt neked megmondani, hogy, de az volt az érzésem, hogy nem lehetek el, mert mintha valami mondta bennem, de nem hallottam hangot, csak a mondat megjelent, nem, ezt nem menj el, ez csak neked van. És akkor ott maradtam egy percig, és eltűnt a szivárvány, csak úgy nem szokott egy ilyen vastag szivárvány csak úgy eltűnni. Úgyhogy ez volt az első jel. A második jel az volt, hogy a Szabolcsal, a sógorommal válogattuk, hogy a temetése milyen zene legyen.
és hát tudtam várni Requiem feltétlenül, de hát a mi mottónk az egész életünket szimbolizálta a varázsúvala. Mert mi is úgy fogtuk fel az életet, hogy egy nagy beavatás. És hát ugye a varázsúvalának az, amikor végre a két szerelmes, ugye Tamino és Pamina megengedik, hogy együtt menjenek az utolsó beavatásra, a tűz és a víz beavatásra, egy kéz a kézben elindulnak, és ezt a két taktusa, hogy találkoznak, Tóth Aladár, Fischer Annének a férje, nagy esztéták, az opera az igazgató volt, ő írt egy hosszú levelet nekem, amikor tudottam, hogy megnősülök, és ezt bemásolta a levelébe a kottákval, ezt a két taktust, és hát ez, hát ha valamit, akkor a temetésen ennek a két taktusnak kellett, hogy szerepeljen. Na de hát hogy találjuk ezt meg? Ugye akkor még csak ilyen hosszú játszó lemezek voltak, fekete bakelit lemezek, és hát csak úgy lehetett, hogy valahova oda teszed a tűt, és mintha ismered a darab, akkor úgy keresgész. És hát a Szabolcs nem is ismerte a varázsúvalát, úgyhogy én mondtam neki, hogy hát tedd fel valahova, aztán majd meglátjuk, hogy tudjuk önnel megkeresni. Felteszi arra a bizonyos taktusra. Szóval ez az a második üzenet. És akkor a harmadik pedig az volt a legfontosabb, az, hogy az apósam kapott egy levelet Jordán Emiltől, aki a dél-amerikai katolikusságnak a vezetője volt, és hát ugye a dél-amerikai magyar hírlapnak is ő volt a főnöke, tehát ő szponzorálta a lapot, és hát természetesen jóban volt a apósommal, és írt neki egy levelet, tehát a Ildikó halálára egy héttel körülbelül kaptunk egy levelet tőle, hogy kedves barátom, értesültem kislányod haláláról, és amennyiben benneteket érdekel, a lelkével én tudok kapcsolatot teremteni megbízható brazil médiumokon keresztül. Na most ez egy furcsa dolog volt, nem is tudta az apósom, hogy ilyenekkel foglalkozik az ember, mert katolikus papnak ez tilos. De ő olyan nagy tekintély volt, hogy elnézték neki a társai, a paptársai, és ő ezt gyakorolta, hogy lelkeket hozott össze a hátramaradottakkal. És akkor én fogtam az első repülőgépet, és átmentem Brazíliába, São Paulóba, és valóban Jordán Emil ott összehozott egy médiummal, 30-nehány éves férfivel, és ez egy ilyen vidéki telefonista volt, semmilyen kultúrával nem rendelkezett, és akkor bevonultunk a Emil szobájába, ahol ott lógott a pápának a képe, aki azelőtt való évben látogatott el oda, és mondott egy imát, a médium behújta a szemét, és akkor, hát természetesen ez portugálul történt, de én beszéltem portugálul, és különben is felvette szalagra a beszélgetést, és aztán le is fordította. Hát én értettem portugálul, akkor beszélni nem jól beszéltem, de értettem. És akkor elindult egy beszélgetés olyan módon, hogy a médiumnak csukolt a szem, és egyszer csak elkezdett beszélni a magasabb női hangon, és Ildikó beszélt át belőle, félreérthetetlenül, mert olyan dolgokat mondott el, többek között, hogy ő hogy halt meg, azt onnan elmondta, és utána hát olyan dolgokat, amit csak mi tudhatunk. De még akkor a szkeptikus mondhatja, hogy igen, de a médium az én fejemből vette le azokat a gondolatokat, ami hát már az azért már valami, tehát az is már egy misztikus dolog alapjába véve, de még valahogy arra lehet mondani, tehát nem onnan jött valahonnan, hanem én belőle. De akkor ő olyan dolgokat is mondott, amiket én se tudtam. Sőt, még az apósom se. Olyan dél-amerikai kultúrákról kezdett el beszélni, tehát óriási olvasottsága volt. Tehát ő a londoni egyetemen kapott doktorátus szocioantropológiában. És különben is óriási olvasottsága, pillanatok alatt kiolvasott egy századalmas könyvet, egy nap elolvasott szépen. És hát olyan dolgokat mondott, amiket tényleg senki, se a pap, hát a médium a legkevésbé, azt nem tudta, hogy ki az Einstein, vagy Mozart, vagy semmi, és hát, és én se. És olyan bölcsességeket mondott, amit hát nem én találtam ki, és ez az elsődleges, tehát ha egyet mondok el az üzeneteiből, ami mindenkinek szól, ne ragaszkodj semmihez se, de ne adj fel semmit.
És ez egy nagyon nagy mondás. Azért, mert nagyon sokan vannak, és ismerek is valakit nagyon közelről, akinek volt egy olyan esete, hogy halál szerelmes volt 18 éves korában valakibe, és az illető, és külföldön volt az illető nem írt neki, nem válaszolt a leveleire, és majdnem belehalt szerelmi bánatba, és akkor csak egyszerűen két év után szóltam, most már válaszolnom kell. Kitörlöm magamból ezt az érzést, vagy pedig belehalok. És akkor tényleg egy ilyen falat épített valami lelki szisztémával, hogy megölte ezt az érzést magába, és azután megjelent az ifjú férfi, azzal, hogy hát most már elveszek feleséget, késő volt. Tehát amit Ildikó mondott, nem ragaszkodott hozzá, elengedte ezt az érzést, de viszont az, hogy ne add fel, ezt nem csinálta meg, feladta. És amikor jött a lehetőség, hogy most mégis összeházasodjanak, akkor már késő volt, mert feladta. Ez a nagy-nagy üzenet az Ildikó részéről, de még talán egy van, ami még ennél is nagyobb, az, hogy elmondta, hogy akik oda megérkeztek, és nem csináltak különösebb rossz dolgokat az életbe, azok sokkal boldogabbak, mint itt a Földön. Összehasonlíthatatlanul, és ezt üzente a hátramaradottaknak, hogy ne szomorkodjanak, mert akkor, ha szomorkodnak, körülveszi őket egy ilyen szürke vagy fekete burok, és azok, akik odaállt vannak, nem tudnak kommunikálni veletek. Lehet, hogy ti nem realizáltátok, hogy kommunikálnak, hogy segíteni, de nem tudnak, mert nem tudnak hozzátok férni. Ez egy nagyon fontos üzenet. És ezt mondtam el például most a Kiricsi Katalin, a menedzseremnek, akinek most két hete halt meg az édesapja, hogy azért ne szomorkodj, mert akkor édesapád szeretne veled kapcsolatban lenni, de nem tud, emiatt nem tud. Szóval ilyen ezt akartam. Mennyire fontosak ezek az üzenetek ezek szerint, és azt hiszem nagyon sok embernek, aki nézi a televíziót, most egy ilyen lelki békét okoztál ezzel. Hát ezért akartam elmondani mindenképpen. És természetesen ezt a 1000-valahány oldalt nem tudjuk mind felidézni, csak apróságokat. Ugye én az előbb így belekotyogtam, hogy csoda gyerek, de hát hogy ne lenne csoda gyerek az, aki 7 évesen a lizzenedébe már fölvesznek, és aztán később, mint oknányi tanítvány, egyébként a szomorúságról a szomorú Chopin jutott eszembe, amikor azt mondta neked a doknányi, hogy mitől szomorú ez a Chopin darab, tehát hogy a szomorúságnak milyen fontos jelentősége van az ember életében, hogy valamit pozitívan, vidáman és előremutatóan csinál, vagy pedig szomorúan. És aztán később pedig te megnyerted a Zeneakadémia Liszt Ferenc versenynek, első helyezett lettél. Igen. És szeretném, hogyha néhány embert felidéznénk, az istenséget, Kodályt, akitől te a Steinway zongorádat kapta, tehát ő fizette neked, vagy Fischer Anit, aki szintén anyagilag is támogatott, és mindjárt felfedezte benned azt az óriási tehetséget, ami benned volt, és Cifra Györgyöt, és Házi Erzsit. Igen. Hát ugye még aztán sorolhatnám a többi nagy tanárokat, a Ferencsiktől kezdve, Bernadettől, Leót, és a többieket. Így van. De hogy ezt a néhány nagyon-nagyon fontos, ahogy mondod, hogy istenség mondtad Kodályra, tehát ők azért ilyen nagyon meghatározó személyiségek voltak a te életedben. Hát úgy gondolom, hogy Kodály is, Fischer Anni is, és Házi Erzsi is. És Tóth Aladár a férje is, így van. És Házi Erzsébet, aki egy gyönyörű színművésznő volt. És tudod, mi volt az érdekes? Hogy én, amikor eljöttem 56-ba, emigráltam, az emigráció után, amikor hazalátogattam, mindenkivel találkoztam, akit számított az életemben azelőtt, és életben volt, kivéve az Erzsit. Ővel nem találkoztam. És akkor volt megint csak egy véletlen, ugye, mert a feleségem akkor a doktorátusához témának a szövetkezeteket választotta, és a magyarországi szövetkezeteket, és hát a terepmunkát ott végezte, Balaton, mondtad, hogy az ott van. És ő oda járt le, azóta a terepmunkát ott végezte, és Balaton udvariban, azt hiszem, ott volt a pártitkár, és azzal kellett neki beszélni, egy szombaton este lementünk, és mondta, hogy hát még most csak beugrik egy pillanat, megkérdezi, hogy mikor ér rá a pártitkár, én kint az avatóba várom,
elég hosszú ideig nem jön, már kezdtem egy kicsit ideges is lenni, mi történik. Azt mondja, na hát akkor haza is mehetünk, mert azt mondja, rossz idő van, nem érdemes itt van, és mindent elintéztem a pártitkára, nem kell körülmet találkozni. Visszamegyünk Pestre, és hát ha már itt vagyunk, most szombaton este, hát most mi lesz vasárnap, mit tudunk megnézni, vagy színe. Azt mondja, nézd ide, a Tinódi moziba van egy sorozat, a Találkozás a sztárral címmel, ahol levetítik egy filmjét aznak a sztárnak, és ő vele utána beszélgetnek a közönség is tehetőek. És hát Házi Erzsi lesz ez a... Ez a Gerolsteini Nagyhercegnő című film volt, igen. És akkor mi történik? Először végignézik azt a filmet, amiben azt az Erzsit látom, akit én megismertem, és akiben te beleszerettél, mert ezt nem felejtsük ki. Sőt, meg is beszéltünk, hogy elveszett feleségül, még az is, mert pedig volt neki férje. Ez nem zavar bennünket. És akkor utána pedig megjelenik az az Erzsi, aki akkor volt. Na és akkor mondja Ildikó, hogy akkor menj be hozzá, én nem akarok benneteket zavarni, és akkor diszkréte, és hát én bementem Erzsihez, és ott beszélgettünk egy kicsit, alig akart meg is, egy nagyon rövid látó volt, és akkor utána, amikor jövök ki, valahogy nem illet, vagy miért, én nem tudom, nyitva hagytam az ajtót magam mögött, és ahogy megyek el, hallom, hogy mondja, a szobában volt még egy fiatal ember, meg a Erzsének az egyik testvére, és hallom, hogy Erzsé, ha nagy hangon mondja, na látjátok, ez volt életemnek a nagy szerelme. Az igazi nagy. Hát innen tudtam meg, hogy nem csak játszott velem, mert már én, miután hazajöttünk Bukarestből, ahol megismerkedtünk, a pont 20 éves születésnapomat ott ültem meg, első csókja az életemnek, a krematórium lépcsőjén. Kézzel, de ott a magyaroknak a szállása egy olyan iskolában volt, ami szemben volt a krematórium, az egy dobó volt, és hát ott volt életem első csókja. Hát halálra is volt ítélve ez az egész dolog, mert aztán utána én azt vártam, hogy ő elváljon, ő azt várta, hogy én forszírozom, hogy elváljon, és nem jött el a találkákra. Úgyhogy én kínlódtam egy évig, és azt mondtam, ebből most már nem lesz prédikációs házasság, és akkor írtam egy nagy, hosszú levelet Kodálynak, a szívem ugye össze volt darabokra törve, továbbra is lehetett szerelmes voltam, és hát ugye Kodály akkor már nekem kvázi egy ilyen édesapaként is volt az életemben, és akkor vártam tőle vigasztalást, és kapok egy lapot Gaja tetőről, ami így szól. Tanulja meg Schumann Ich grolle nicht című dalát németül és minden hangnemben. Na mondom, hát ez a nagy atyai vigasz, de hát mit tettek, megvettem ezt a dalt a Rózsavölgyinél, és elkezdtem játszani, és ez egy rövid dal, és hát olyan sírógörcsöt kaptam, hogy alig tudtam magamhoz jutni, mert egyszerűen ez a dal, ebben a dalban minden benne volt, amit én akkor átértem. Hogy ez az óriás lélek, mint Kodály, akitől vártam is tényleg valami nagyon szívbéli vigasz, mert hát olyan szíve van, hát csak meg kell hallgatni a kórusait, és akkor tényleg, hogy ez az ujját rátette az egész zeneirodalomba arra a néhány taktusra, amiben az volt, amit én éreztem. Csodálatos volt. Emlékszel még arra, amikor a papír sámfa nyomta a lábadat az első önálló koncerteden? Hogyne. Tudik, hát ugye az első koncertennél, hát fekete bársony, kis rövid nadrágos ruha, ilyen fehér zsabóval, és hát ugye fekete-fehér lakcipő, és hát ugye elmegyünk délelőtt cipőt venni, és találtunk egy tényleg olyan cipőt, ami gyönyörű is volt, meg jó, kényelmes is volt, és akkor jön az este, hogy hát a nővérem öltöztet a koncertre, hát ő volt a szigorú mama, mert ő 10 évvel idősebb volt, Kuksi, mint én. Kuksi, ugye az két, ő beceneve. Így, akkor Erzsébet volt, de Kuksinak nevezték, és illetve azóta beceneve, és valami olyan miatt, mert amikor megszületett, egy kicsit olyan volt, mint a kukó a feje, egy kicsit hosszúkás, aztán később nagyon, nagyon szépen helyre jött. És hát ugye ő volt a szigor, mert kicsit nagyon is féltékeny volt rá, mert én voltam a kis elkényeztetett kölyök, és hát általában mindenért ő kapott ki inkább, mint én. Te voltál a mama kedvence. Igen, meg a papa erről sokat olvashatunk itt a könyvben. Na és akkor mi történik?
rámadja a cipőt, illetve akarja felhúzni a cipőt, nem jön rá a lába. Ugyan már mit hisztéred, mindig is hisztéred, tényleg hisztériáztam nagyon sokszor, tényleg körönvágásnál, vagy valami borzalmas, mit vittem véget. És nem, hát ott ma délután az üzletben minden jó volt, most mit hiszézed, tessék fel. Hát szörnyű volt, de hát felvettem. És akkor, amikor hazajöttünk a koncert után, hát azt mondja, na, szeretném most már látni, hogy mi volt az ezzel a cipővel, és akkor benyúl a cipő, az a Szent Isten a papírsápa bennmaradt. Neked volt igazad. Említettük az előbb Fischer Annit és a férjét. Nekik most ennyi év távlatában mire gondolsz vissza, hogy mit köszönhetsz úgy igazán nekik? Én igazán az Anninak az, hogy milyen művész volt, és hogy hallottam. Mert szóval én tényleg a legnagyobbakkal is találkoztam, Bachhausszal, Horowitzzal, Klára Haskillal, de Fischer Anni volt az, aki pontosan azt a zenét adta az embereknek, amire azt mondom, hogy ez, amikor a Csipke Rózsika műfajban, ugye a Királyfi felébreszti Csipke Rózsikát, vagyis a Csipke Rózsika az alvó, a leírt zene, és jön a előadó, aki életre, ébreség életre hívja. És ahhoz az kell, hogy valamilyen nagyon nagy közel legyen a zeneszerzőhöz, tehát ahhoz a forráshoz, ahonnan ő ismerített, és az Anninál éreztem én ezt. De van egy gyönyörű, majd lehetőleg elmondom, ha csak tudom, ezt a kis rövid történetet, amikor volt egy nagy zen buddhista mester, akit hát körülvettek a tanítványai a halálos ágya mellett, és az öreg bölcs elkezd úgy kuncogva nevetgélni. És kérik a tanítványok, hogy mester, mind nevet? Hát az, hogy én milyen ostoba voltam. Hát mester, hogy mondhatni, tehát maga a legnagyobb, legbölcsebb ember, aki létezik a Földön. És miért mond ilyet? Azért, mert az emberek jöttek hozzám, és én csészébe adtam nekik vizet, ahelyett azt mondtad, hogy menjetek oda a forráshoz. És ez vonatkozik, ez, ami a megoldást adja arra a kérdésre, hogy hát mi a szerepe a zeneszerzőnek és az előadónak, és itt általában az álszerény előadók azt szokták mondani, én csak szolgálom a zeneszerzőt. Nem szolgálod a zeneszerzőt, te ugyanabból a forrásból merítesz, mint ő, vagyis kapsz valahonnan egy inspirációt, és legyen az az inspiráció, ha a festő vagy egy naplemente, vagy legyen egy akármi egy zenésznek, és maga az, hogy megjelenik, ő kapja azt a dallamot, hát nem lehet komponálni, hogy Mozart komponált, azt kapta. És az igazi nagy zenéknél az az érsem, azt nem írták, nem okoskodtak, nem gondolkodtak, az jött. Aztán persze az, hogy azt tényleg anyagba foglalják, az mindenkinél más, ugye Beethoven örgyönkbe írt, és néha a ceruzájával átrukasztotta a papírt, Mozart pedig gyöngybetűkkel, mint hogyha diktálták volna, de mindenképpen az valahonnan jött, azt nem lehet kitalálni, az igazi nagy zenéket nem lehet kitalálni. Azt hiszem, ez minden művészetnél, a festészetnél, íróknál, mindenhol. Abszolút. Említetted az előbb, hogy... És a Fischer Anni volt ilyen, akinél ezt éreztem, hogy az ő forrásából merített ami tökéletes mértékben megfelelt annak a zenének, amit hallottuk valami, és minden zene egy költemény, és azt a költeményt tudni kell, miről szól az. Mert amit én általában látok, hogy például az emberek elmennek egy koncertre, és akkor azt mondják, jaj, de gyönyörű volt, én falra mászok, mert látom, hogy fogalma nincs annak az előadónak, de azt mondják, hogy, és azt is bosszantam, amikor nekem azt mondják, hogy milyen gyönyörű halk hangokat tudod, halkan lehet azt mondani, hogy imádlak, halkan lehet azt mondani, hogy gyűlöllek. Mind a kettő halk, attól még nem lesz ez jó, hanem hogy mit akar azt mondani. És az Anninál, ő tudta a szöveget, miről szól az a zene, még ha nincs is hozzá szövege, vagy ha van is hozzá szöveg, mint egy dalnál vagy operánál, az még nem jelenti azt, hogy az attól zene. És annak a mondani valója, ahány ember ugyanazt a szerelmes verset megzenésíti, az annyiféle lesz. Említetted az előbb, ugye, hogy
56 után külföldön éltél, és Svájcban is telepettetek le, de hát az egész világot körbe koncertezted, és a könyvben nekem az nagyon emlékezetes oldalak voltak, amikor olvastam, hogy például ugyanúgy voltál a belga királynő előtt, és fogadtak téged, mint egy istenséget, mint ahogy utána egy lepukkant hotelszobában és egy családi összejövetelen, ahol zongoráztál. Tehát te tényleg megismerted a pincétől a padlásig, a kastélytól az egyszerű romosházig mindent, és amit te mondasz, hogy te magad ugyanezt tudtad átadni, mint amiről itt most beszélsz Fischer Anninál, hogy a lélekből játszani, és hogy ezért szeretnek téged az emberek, és ezért, hogyha nem is operaházigazgató lettél, de hát, hogy az egész világon közismert és elismert. De tudod, hogy miért nem lettem? Emiatt a könyv miatt. Uh-huh. Tudnék pontosan, amit most mondtál, hogy ilyen rengeteg élményem van, mert hát tényleg 1960 és 90 között évi 100 koncert mindenütt a világon. 100 ország, 100 koncert legalább. Hát így van. De ez valami elképesztő tömegű élményen mentem keresztül, és kalandokon mentem keresztül, és ez tulajdonképpen a csokoládé máz az orvosságom, amit be kell, hogy vegyenek, mégpedig a pszichológia. Mert a könyvnek a lényege, ami miatt tényleg ez üzenet lett ez a könyv, és én magam se tudtam, de én csak ezt nagyon jól hangzott ez a szó, és egyre inkább, ahogy találkozok emberekkel, látom, hogy ez egy üzenet, ez a könyv, és pláne üzenet lesz a második fele, és még inkább a harmadik, ami még nincs megírva, és amit holnap kezdek el írni egyébként, ami legalább 1000 oldalnak kell legyen, mert maga a pszichodráma az 2000-ben oldódott meg, onnantól mind a mai napig rendkívül sok minden történt körülöttem, bennem, amit szintén le szeretnék írni, de legalábbis addig le kell írni a 2000-ig, mert itt csonka a dolog, hogyha nincs meg, hát majd meglátod ennek a most jön ki júliusban a második ugyanilyen. Újra fogunk beszélgetni, az biztos, mert nagyon nagy élvezettel várom. Ugye, mert itt ugye az van, hogy te a feleségeddel most először Párizsba, aztán kiderül, hogy az drága, mégse jó, és aztán így Angliában telepettetek le, London külvárosában. És amit mondod, hogy pszichodráma, hát ez a családi, tehát anyukát az apukáthoz fűződő viszony, erről nem nagyon árulunk el sokat, mert tessék elolvasni. És azt hiszem sok embernek ez saját magára való ráeszmélést is jelent, mert nagyon sok ember van, aki nehezen tud elszakadni a szüleitől, és hogy ez a megfojtva szeretés, hogy ez mit jelent. És ugyanígy a feleségeddel való kapcsolat, hiszen az egyik legjobb barátod hunyt el 2 héttel az esküvője után, és te ebbe a hölgybe szerettél bele, és őt vetted el feleségül, de ennek is nagyon sok nehézségei vannak a szülők részéről is, meg egyéb részről is, ezt majd olvassák el a könyvben, de én nagyon kíváncsi vagyok tényleg a folytatásra, és nem tudom, hogy meg fog jelenni a második feleséged is a következő regényben, tehát később odáig nem jutunk el, hiszen ne felejtsük, hogy 10 évvel ezelőtt te megnősültél újra. Így van. És egy 41 évvel fiatalabb hölgyet vettél. Na most jön a számisztika. Képzeld el, az első feleségem és köztem 14 év korkülönbség volt. A Harriet, tudnék, hogy Harriet, ugye a balettáncos, ő köztem 41, tehát pont a fordítottja. Az első feleségem 1947-ben született, a Harriet 74-ben. Az első feleségem este 11 óra 47 perckor halt meg, Henriett reggel 11 óra 47 perckor született, ez így megy, hát képzeld el. És még mondja valaki tényleg, hogy nincs véletlen. Ezeknek az üzeneteknek olyan hatásuk, és hogy nincs véletlen, semmi nem véletlen, ez pontosan így van. Semmi nem véletlen. Tehát akkor a következők, azok júliusban fognak megjelenni, és az mettől meddig, akkor meddig írtad tovább hát az életet, történetét? 91-ben, a történet 91-ben ér véget, a könyv szerint egy olyan, mindenki hanyat fog esni, egy olyan váratlan fordulattal, hogy azután abszolút követelik, hogy most kell olvasni, de ezt nekem még meg kell írni. Hát képzeld el, még a feleségemnek a halála nincs leírva. Az első feleségemnek a halála, az Ildikói. Hát ez nem maradhat így, és mondom, ez az én nagy feladatom, az életemnek a nagy feladat. Egy indiai nagy asztrológus Londonban mondta nekem, hogy,
hogy most tényleg a nagy, és akkor még sehol nem volt a könyv, ez valami 6 évvel ezelőtt volt, azt mondta, hogy ez lesz a legnagyobb feladatom, egy nagy és egy kis könyv fog kijönni. És itt van, az egyik egy nagyobb, először ez ami előtted van, először így egyik kötetben jelent meg, csak hát van aki például... Fogni is nehéz. Ágyban olvasta, és utána elaludt, és akkor majd ráesett, aki majdnem agyon ütött. Ez pontosan így van, ezt én is érzékeltem. Mondd, és aki ennyire világpolgár, mi volt az a pont, ami ugye ezekben a könyvekben még nincs benne, de engem érdekel, amikor mégiscsak hazahúzott a szíved, tehát hogy hazaköltött? Én végig. Én nem mentem volna el, módomban állt volna, mert már Párizsban 1955-ben a párizsi versenyre, az volt az első alkalom, hogy a Vasfüggöny mögé nyugatra kiengedtek embereket, és az... Tehát akkor én már nyugodtan leléphettem volna, gonosz is voltam, és a Frankl Péter, akinek pont most volt tegnap előtt egy koncertje, amin én is felléptem, mint a legjobb barátom. Mert hogy együtt indultatok, igen, a pályán. És rengeteg, az egész Mozart négykezes kétzongorás felvettük lemezre, és rengeteget játszottunk együtt. És ő is emlékezett erre, incidens erre, hogy illetve erre a csínre, amit én ott elkövettem, tudnik, rendben van, hogy kiengedtek nyugatra bennünket, Frankl Pétert, Gabus Gábort és engem erre a párizsi versenyre, de küldtek velünk egy felügyelőt, aki felelős volt értünk, Szabó Ferencet, aki a Zeneakadémia főigazgatója volt, és egy nagy moszkovi, tehát életének az első, nem tudom még, 20 évét ott töltötte Moszkvába, és nagyon megbízható volt természetesen, és hát ő volt a felelős azért, most hogy haza is menjünk, nem csak, hogy kikültek már. És akkor én összebeszéltem a fiúkkal, és azt mondtam a Péternek, és a Gabos Gábornak, hogy ide figyeljetek, én most úgy teszek, mintha leléptem volna. És tényleg, mielőtt Bécsi állomásra kimentünk, én szépen eltűntem egy kapuhajba. Szegény Szabó Ferenc majdnem szörnyet halt, de hát nem mentem el, eszem ágában nem volt disszidálni, hogyha az édesapámat nem rakják börtönbe, ugye? A kitelepítés, és hát a forradalom után, ugye, mert ő részlet, Hegymegi Kispárral volt miniszterelnökkel, és több képviselővel, kisgazdapárti képviselővel, ők egy új pártot akartak, az új szabadságpártot, ami a súlyoknak volt a pártja, ne újraéleszteni, és meg egyik alapító tag volt, és hát ugye be is adták a pártalapítási kérdést Nagy Imrének, és Nagy Imrőt ugye lefogták, és hát meg az iratok közt ott volt a pártalapítási kérvény, és az összes képviselőt letartóztatták, és elbebörtönözték, csak nem tudtuk, hogy hol van édesapám, ugye az a bizonyos koptoktatás, amire 12 évig vártunk, az megtörtént, és jött, Csengőre nem volt, el volt tromolva, és jött, csak láttam az üveg, de az előszoba ajtón egy üvegablak volt, és láttam, hogy gépisztolyok, és elvitték az ávosok, és az naplómat is, azt a bizonyos piros fedeli naplómat, amit már említettél, amire Felkodály azt az üzenetet küldte a nővéremmel, akik kijött meglátogatni bennünket, hogy kevesebbért is akasztottak fel embereket, mint amit én abban a naplóban leírok, tehát nehogy hazamenjek. Nem is mentem, de mondom, emiatt jöttem el, mert ott még mielőtt eljöttem volna, már nekem a kezemben voltak a papírok, én legálisan elhagyhattam volna az országot 56-ban, mert abban az évben, annak az évnek a nyarán volt a belga verseny, ahol én díjat nyertem, és kaptam egy felkérést december 2-a és 4-ére a bécsi szimfonikusokkal, és már a kezemben voltak a papír, hogy kimegyek, amikor lefogták édesapámat. Igen ám, csak hát én addig, amíg meg nem próbáltam valamit, amit tudok tenni az érdekében, legalábbis, hogy megtudjuk, hogy hol van, hát megpróbáltam, és ez... Hát fejnél kell kezdeni, és Münich Ferenc volt ugye a belügyminiszter, ő hozzá kellett eljutni, hogy tudtam eljutni, hogy egy levelet fogalmaztak meg, a négy Kossuth Díjas, Kodály Zoltán, Fischer Anni, Tóth Aladár, Szabolcsi Bence, hogy fogadjan. Münich fogadott, és azt mondta, hogy hát ő csak egyet tud csinálni, hogy leszól, hogy ne legyenek túlkapások, de ne nyomják ki a szemét, és ezt a dolgokat.
de ami ki nem Ezt vizsgálhatjuk, olvashatjuk is a és akkor könyvben, kimegyek, igen. és akkor viszont úgy már elhagytam az országot, és az első dolgom volt a belga királynőnek, anyakirálynőnek egy levelet írni, mire felfogadott, és a személyi titkárával elküldött a szovjet nagykövethez. Másnap édesapám és édesanyám megkapta a útlevelet. És kiment. És kiment. Tehát ott tartottunk, hogy mikor és miért jöttél vissza. Meg hogy nem lett belőled operaházigazgató, mert hogy írni kezdtél. Igen. Tehát na, ez megakadályozott borzasztó ebben. Borzasztó egyszerű. Na hát először ezzel kezdem, hogy én nem értettem azt, hogy attól kezdve, hogy 20 éves koromban, ugye erre a Párizsi versenyre hazamentem, és vettem valami 20, a díjamból vettem valami 20 hosszú játszót, leveztem, hogy 19 opera volt. Imádtam az operát, és szerettem volna operát dirigálni, és elmondtam Tóth Aladárnak, és a Tóth Aladár egy alkalommal egy opera előadás, azt mondta, hát hogy csinálnád ezt, hogy csinálnád azt, és én megmutattam a levegőbe, és akkor jössz hozzák. Tehát én akkor oda megyek, amennyire szeretett és értékelt engem a Tóth Aladár, én pillanatok alatt lehetett volna az opera az igazgatója, fiatal fejjel is, ugye akkor kellett emigrálnom. És ez így ment, innentől kezdve állandóan abban a pillanatban Solti György beajánlott az Aix-en-Provence Fesztiválra, Aix-en-Provence Fesztiválra dirigálni, az intendást elmenesztették, akkor John Pritchard, a nagy angol operakarmester meghívott korrepetálni egy nyárára, szóval most már jöhetsz hozzánk, meghalt. Akkor ez ide minden, de ebben sorolhatnám legalább tízre. De valószínűleg ez is sorszerű, tehát mi az, biztos, hát ez is ezt egy akarom üzenet. Mondani. És akkor én nem értettem, Hámori József Ferencsik halála után meghívott, hogy én legyek az opera az igazgatója. Leváltott. Következő héten vége volt a miniszterségének. De ez így ment, sorozatosan mondom, de mi van, mi van ez? Mögött, mi? A könyvem. Tudni, hogyha én beülök egy operaházba, akkor nem ilyen széles az életem. Nincs a csokoládé máz a pszichológia körül, a pszichodráma körül. Érted? És megértette, nekem ez volt a feladatom, és nem tudtam volna megírni, mert bemegyek egy operát, én nem utazgattam volna jobbra-balra, boldog lettem volna, mert én imádom az operát, írban a színházat, ott mindent megtaláltam volna. Ezért nem lehetett, hogy én nekem egy ilyen színes életem legyen, hogy már csak az élet miatt már elolvasok, és olvasható legyen az, mert én csak egy pszichodrámát írok le, az azok nem, ez nagyon olvasmányos, rettenetesen olvasmányos, tehát nagyon tömör, nagyon oda kell figyelni, tehát aki megveszi ezt a kötetet, az tényleg mellette ne csináljon más, tehát főzés, meg tévénézés, meg gyereknevelés mellett de olvassa, mondtál már valamit, vonuljon el magába. Főként mondtál valamit, amit most vissza akarok erre idézni, mégpedig azt mondtad, hogy nem lehet beleolvasgatni. Nem, nem. Mert akkor nem érted, ugye? Mert, hát mondok neked egy kis sztorit. Rövid, megmondom rövid. Volt egyszer egy engedetlen fiú, gyerek, aki társaságban volt, és nem, anya hívta, menjen, ha most haza vacsázni, nem ment, azt mondja, itt vannak ezek az én testvéreim, meg az én szüleim. Akkor utána csupa ilyen gyanús alakokkal, prostituáltakkal volt, együtt barátkozott, meg ilyen rossz pénz hamisítok, az a minden, és aztán a végén aztán rosszul is végezte, meg kivégezték, ugye, a halálítélet. Úgyhogy ennek az embernek a tört, meg ilyeneket csinált, hogy vásáron felborogatta az asztalát, a ezeknek az árusoknak, és hát szóval így ezeket egy ilyen nehány szemelvényt mondtam. Ki volt ez a fiatal ember? Jézus Krisztus. Igen. Hát szóval ki lehet ragadni részeket, és ha nem tudod az egészet, akkor egész más képed lenne a dologról. Igen. Tehát ilyen módon, ha például valaki beleolvas a könyvembe, és azt látja, hogy én milyen kapcsolatban voltam a szüleimmel és édesanyámmal elsősorban, akkor én azt mondom, hogy ez a kapcsolat aztán megszakadt, azt mondják, hogy ez lehetetlen. És én magam azt mondtam volna, hogy ez lehetetlen, amíg meg nem történt. De az és végig kell az egész végig évet kell és olvasni. Sorba menni. Mert pontosan, hogyha te a pszichológián, az tulajdonképpen az üzenet egy szóval, megkérdezte már több ember is, hogy miért ezt az pszichológia? Milyen fontos az, hogy az ember tudja, hogy mi van. Ha tudod, hogy itt van bal oldal a szíved jobb oldal a májad,
és van egy vérkeringésed, akkor azt is tudni kell, hogy mi van a lelkedben, mi van a, és tudni, hogy a tudat alattinak mikor óriási szerepe van, és hogyha azt már tudjuk, mert a vége mégiscsak békesség lett, de csak azért, mert közben megtanultuk a feleségem, hogy mi a pszichológia. És én 2 évet analizáltam Jung legjobb barátjával és munkatársával Londonban. Ez még csak most fog jönni ez a rész, júliusban lehet olvasni. Egyébként nagyon sok kedves, aranyos kis sztori, meg történet is van közben, tehát ne higgyék azt, hogy ez csak ilyen nagyon-nagyon kemény, és nagyon mély, és nagyon nehezen olvasható. Nekem például borzasztóan tetszett az, hogy volt egy cserédlányotok, aki kitette a ház tetejére az edényeket, és a macskák kinyalták, és ez volt a mosogatás. Tehát ilyen sztorik is vannak benne, nem is egy. Én azt látom, hogy az életben nagyon vegyesen jönnek az ellentétes dolgok. Például van egy nagyon nagy boldogító pillanat az életedben, mert megkaptad az érettségén, átmentél, és közben fáj a fogad. Vagy pedig, mit tudom én, valami legdrámaibb pillanat, amikor Házi Erzsivel, ugye egy szilveszter estén, ugye, amikor ott akarta hagyni a férjét, és nem lehetett, és ott az egész a vendégek előtt egy botrány volt, és kellemetlen, és az Erzsében fogta a bőröndöt, hogy most elmegy, gyere Tomika, vegyünk, képzeld el, és akkor megnyomja a kabátját, és a kabátja zsebében volt egy ilyen kis gumikacsa, amit a testvérének vett, a kis húgának, és mindenki, már körülbelül is megállt a levegőben, hát egy ilyen kínos helyzet, megszól ez a kis kacsa, és hát el kellett, hogy nevesse magát. Ő, az Erzsi is, meg a többiek is mondja, ez a nyomorúságos kiskacsa. Ugye? De szóval a humor az állandóan ott van az életünkben, a legnagyobb drámával is, és a dráma is vagy kellemetlenség a legverőfényesebb pillanatokban. Tamás, akkor végül is hogy kerültél haza? Mert ugye én téged a rádióból ismerlek, már csináltunk több műsort, a feleségeddel együtt is, és ugye a rádió zenekarnak is vezetője vagy, és azóta is egy folyamatosan koncertezel, tehát borzasztó aktívan élsz. Igen. És én nagyon örülök, hogy itthon élsz, és hogy itt vagy a közelünkben, a Gellért hegyen, ahol laksz, és hogy közéleti személyiség vagy, hogy mondtuk, hogy rengeteg díja, tehát prima díjtok kezdve, ugye a tavaly volt ez a nemzetművész, ami kiemelkedő, meg a Szepes Mária díj, és még lehetne sorolni, tehát végül is az itteni viszonyok között, tehát Magyarország örül neki, hogy te itt van vagy, és hazajöttél, mert ezt mindenki méltányolja is, tehát a közönséged is, és igen, a 80. születésnapomra volt egy ünnepség az akadémián, és a Balogh miniszter, Bogyai Katalin, a Bata András Balogh miniszter mondta a beszédet, köszönte a beszédet, és akkor mondta a Balogh Zoltán miniszter, hogy ha gondolkoztak rajta, hogy mit tudnak nekem már, most annyi kitüntetésem van, hogy most már mit tudnak adni, és akkor azt határozták el, hogy egy ösztöndíjat a nevemmel elindítanak egy ilyen ösztöndíj alapítványt, és hogy ezt kaptam ajándékba. És akkor aztán egy önkéntesnek és egy zenésznek minden évben ugye adok ösztöndíjat. Ezt a vásári alapítvány. Tehát miért jöttél haza? Mert én mindig is haza akartam jönni. Uh-huh. Csak meg kellett várni, hogy legyen egy külföldi állampolgársága. Mert ha én, mint menekült, hazamegyek, és aki ugye visszaért a útlevéllel, amit kapott a kormánytól, akkor én nem tudok kijönni többet. Tehát én nekem meg kellett várni, hogy megkapjam a svájci állampolgárságot, és miután 1958-ban mentünk a szüleimmel Svájcba, akkor indítottuk el a kérvényt, és ez 12 év. A svájci állampolgárság megszerzés 12 év, plusz még azután járó egyebek, ugye hivatalos dolgok elintézve, tehát én csak 1972-ben tudtam hazajönni, és ezt meg kellett várni. Addig nem jöhettem haza, amíg egy külföldi, nem beszélve, hogy a svájci a legjobb állampolgárság ebből a szempontból, tehát nem kaptam egy külföldi állampolgárságot. És az első dolgom volt, amikor megkaptam, másnap az első feleségemmel elindultunk Magyarország felé, mégpedig Debrecenbe. Mert a Debrecen után volt az igazi honvágyam, mert már a pesti évek azok már nehezek voltak, de az a bizonyos csoda gyerekségnek a periódusa a 6-tól 12 évig,
addig ezt Debrecenben értem meg, és úgy akartam hazamenni, hogy ne is szoktassam magam ahhoz, hogy most már itt vagyok Magyarországon, hanem csak olyan utakon mentünk, hogy a felesége vezette, most is a Henriet, én nem tanultam meg vezetni, de ő a feleségeim vezettek mindig, és hát ő vezette az autót, olyan helyeken, nem hegyes halomon keresztül jöttünk, de azt már ismertem, hanem olyan helyeken, hogy amikor már csak Debrecen közelébe értünk, akkor becsuktam a szemem, és úgy vezetett a nagy templom elé, mert minden, egy visszatérő álmom volt minden héten, vagy minden, legalábbis minden hónapban kétszer-háromszor, hogy ott vagyok Debrecenben, a nagy templommal szemben, vagy a nagy templom mögött, és mondom, na ez most nem álom, ez most valóság. Hát most mondom, hogy kitolok az álommal, és most tényleg valóság lesz, és tényleg ez történt, és ott kinyitottam a szemem, ugye, és ott voltam a nagy templom előtt. Itt vannak előtted különböző fogalmak, ilyen kis fehér cédulákon. Ezekből légy szíves, húzzál ki, akár egyenként, akár egyszerre 5 darabot, és néhány mondatot ezekről is beszéljünk, mert ahogy te mondod, hogy semmi nincs véletlenül, akkor valószínűleg ez az 5 fogalom sincs. Te magad, tedd oda magad elé, és mondd meg, hogy mi van. Nézzük meg az elsőt, mi van rajta, mi az a fogalom. Siker. Na, ez egy nagyon érdekes volt. Tűnik, amikor... Mi is lenne más, amit amikor mielőtt kihozták ezt a könyvet, mondom, egyben, hogy ez 1200-1300 oldalas könyvet, akkor egyszer csak rádöbbentem arra, hogy te úristen, én csak a problémáimat, csak a bukásokat, csak a kellemetlenséget írtam le, és nem írtam le a sikereimről semmit. Hát legalábbis a nagyon zenei keveset. Sikereidről nagyon keveset. Nagyon keveset. Tehát mindig tudtuk, mondom, hogy hol koncertezel, de hogy az éppen hogy zajlott, az nincs most benne. Azok az emberek, akik megveszik ezt a könyvet, mert sikeres művészként ismertek meg, hát ugye jöttek a koncerten, ők is, és mások is, és akkor most elolvasok, hát ez egy abszolút sikertelen ember volt. Kénytelen voltam becsempészni azokból a sikerekből. Valamit találtam, egy apropót, hogy elmegyek a menedzseremhez, és akkor beszélgetünk ezekről, hogy tulajdonképpen ma abból indultam, ez nem volt tudatos nálam, csak a kétségbe konstatáltam, hogy ez így nem egészen jó. Tudnék, én amikor olvastam ilyen életrajzokat, a Cifra Gyuriét, vagy a Berliózét, vagy akárkiét, a Visinyevszkáját, a Rasztorozés feleségének, a nagy énekesnőnek, mindig az első, a könyvnek az első része, ami volt érdekes, amíg még nehézségeik voltak. Aztán mi van? Jön a siker, taps, jó kritika, meghívás, pénz, mit tudom én, pozíció, ez már nem érdekes. Ez már tulajdonképpen az individuális élmények, azok addig jönnek, amíg nem jönnek a sikerek. És ez valahogy ösztönösen én, mint a saját olvasom lett volna, lettem volna, ez érdekel. Tehát ez a válaszom a sikerre. Na most a siker, de amikor én a zenén túli sorozatomat elindítottam, 90-es évek elején. Televízióban is voltak, ugye, sorozatai. És most megint voltak, most már megint elindul újra, remélhetőleg, mert az emberek ezt állandóan, villamosan, metron, utcán megállítanak, hogy mikor hát lesz a legközelebb. Általad ismerték meg a zeneszerzőket, ember közelbe hoztad őket. Így van. És ott az első, mert úgy kezdődött, hogy először 2 zeneszerzőről beszélek egy este, és akkor választanom kellett 2 zeneszerzőt, mondtam, ki legyen az? Hát vagy hasonlók legyenek, vagy nagyon különböző, és akkor különböző mellett döntöttem, Schubert és Mendelssohn. Schubert a par excellence sikertelen, Mendelssohn a par excellence sikeres minden vonalon. És akkor beszélek a sikerről, hogy mi a siker. Tulajdonképpen, amíg valakinek nincs sikere, addig még boldogan lehet boldogtalan, mert el tudod képzelni, ha lenne sikere, mint ahogy például a mi bejáró nénink, a Erdélyből, a Mari néni, azt mondta, tudja, Vásári úr, akinek pénze van, az boldog. Hát mondom, akkor nem az lenne, hogy ha a statisztika szerint a gazdag emberek közt van sokkal több öngyilkos, mint a szegények közt. Tehát mi tulajdonképpen a siker az, hogy valahol minden meg van írva. Szóval egyszerűen az a valami, ami megnyilvánult, ami a mindenség, ami megnyilvánul, amikor egy gyereket csinál, két,
egy férfi meg egy nő, hogy ott abban minden benne van, abban láthatatlan valamibe, csak nem láthatatlan, ugye? És akkor valahol ez pontosan ahhoz, hogy a mindenség fejlődjön a végső pontig, a boldogság, végső boldogság pontig, mert én ebben hiszek, ezért vagyok optimista, nagyon sok szenvedést, minden szenvedést, minden boldogságot át kell élni annak a valaminek, ami eljut a paradicsomba. Ez ilyen egyszerű, ez a szúsíti üzenet egyébként. És ez a megváltás üzenete. Ezzel váltotta meg Krisztus az embereket, hogy közölte velük, hogy ami rossz, az csak átmeneti. Ami jó, az a végső cél, és oda mindenki el fog jutni. Kérem a következőt, nézd meg, hogy mi van. Következő, tehát az, hogy a siker az nem Igen. egy abszolút dolog, Igen. hanem lehet valaki sikeres és nagyon boldogtalan, mint Mendelssohn. Mindent megkapott az életbe, és mélységes depresszióban halt meg fiatalon. Másik, mint nagyon jó volt ez, azt mondja, micsoda? Ki tudod olvasni? Nem olyan nagy. Lehet, hogy a nehezen. Egy picit, hogyha még odébb húznád nekem. Ja. Megpróbáljuk, és meglátjuk, hogy mi is van erre. Micsoda? Önzetlenség. Na, hát ez is ez pontosan nagyon beletalált az illető. Tudnélik, mit jelent az önzetlenség? Az önzetlenség pontosan az a kapuja a paradicsomnak. Miért? Mert mi két részből, azt már mondtam, két részből egy halandó, halálra ítélt anyagból, ami csak az szenved bennünk, az. A másik, például a férfinő probléma, innen jön, hogy az egyik részünk egy egész, a szellem, a lelkünk, a szellemünk, és az androgén, az férfinőben ugyanaz. A másik részünk fél. Miért fél? Mert a fajfenntartás miatt. Mert hogy jöhet létre elektromosság? Pozitívet, tehát negatívet összeteszed. Tehát ami férfinek a pozitív és a nő negatív, vagy mindegy, hogy milyen. Tehát ellentétes pólusnak kell összejönni kettőnek ahhoz, hogy. Na már ez azt jelenti, hogy ellentmondás van, mert hiszen egy egyesülésből kell létrejönni az újnak, de ahhoz az egyesüléshez két ellentétest kell összeadni. Nem két pozitívból, sose lesz gyerek, vagy két negatívból. Két férfiból, két nőből nem lesz. Tehát csak a fizikai részünk az fél. És nagyon érdekes a szó, erről napokban jöttem rá, a fél, az a félelem is. Tehát a fél a valaminek a fele, vagy félni. Na most, amikor én fél vagyok, akkor én félek, mert akkor ennek az én életem nincs biztonságban. De csak akkor lesz, ha megtalálom a másik felemet. Érted? Tehát egész. A másik részem az igen, az te független. Tehát nagyon jó. És mikor leszek én egész, amikor megszűnik ez a kis burok, amiben létrejön a következő fejlődési szakasz, mert ugye egy atom, sejt, molekula, növény, állat, ember, és mindegyik egy burokba születik. Tehát mindig, ahogy ezt már Hegel is megmondta, minden új a régi méhébe születik. Tehát ezért van szükség tojáshéjre, mert szétfolyna a tojás. Ezért van szükség anyaméhre. És itt van pontosan az, hogy az isteni tudatnak a burka, az emberi ego. Tehát arra nagyon szükség van, de az leszeparál bennünket, az halandó, és amíg nem tudjuk azt, hogy ez csak időleges, és végső soron mi örökkévaló mindenhatók vagyunk, nem én mondtam, Jézus Krisztus mondta, hogy minden isteni fel, hol van a paradicsom, bennetek van, ezt ő mondta, csak elsétálnak mellette általában az emberek. És itt jön ez, hogy tehát az egód, ha megszűnik már az egód, akkor már boldog vagy. De csak az tud boldogtalan lenni. Ez az önzetlenség. És ez az önzetlenség. Nézzük a harmadikat. Ez zseniális, hogy pont egy ilyen, ennél jobbat magam nem tudtam volna választani. Itt vannak negatív fogalmak is. Azt mondja barát. Barát, barátság. A barátság az emberi kapcsolatoknak a legmagasabb színvonala. Tudnélik, ha vegyünk emberi kapcsolatokat, elsősorban szülő-gyerek. Ha egy szülő és egy gyerek közt nincs barátság, akkor a gyerek elmegy, kész. Attól, hogy ő még gyerek, az még nem jelenti, hogy ők össze fognak tartozni, őket a barátság fogja összetartani. Ugyanez vonatkozik a házasságra, ugye van a nagy szexuális összeborulás és egymásra találás, de ha nincs barátság, az is meg fog szűnni. A családban most nem akarom megmondani ki, de
nagyon közeli családtagom volt, aki halál szerelmes volt valakibe, aki el is vette, és gyerekei lettek tőle, és boldogtalan volt, és azt mondta nekem a halála előtti évben, hogy nem szeretne találkozni a férjével a túlvilágon. Tehát, ha nincs barátság, kész. A tanár és növendék közt ugyanez. Igen. Ha az a tanár nem egy barát, akkor a növendék nem fog igazán profitálni. Köszönöm szépen ezeket az isteni... Hát nem biztos, még nem tudjuk, még az utolsóig azért jussunk el. Na, mert mondom, vannak itt negatív fogalmak is, de hát mondtuk, hogy nem véletlen, hogy te miket húzol pontosan. Na várjál, megnézzük. Néha olyan nehéz elolvasni. Békesség. Hát a békesség akkor van, hogyha megérted a másikat. Tehát ezért például én nekem az az eset, nekem nincs jelenségem, mert hogyha legtöbb esetben megnézem az illetőt, megint csak az, hogy önzetlenség, egótlanság, beremész abba a másikba. Ki fog derülni, hogy neki van arra oka, hogy engem bántson, amihez nekem semmi közöm nincs. Legtöbb esetben azért, mert az illető valamit rám projektál az életében, ami neki hiányzik, ami neki nincs meg, és akkor kész. Tehát az egymásból fakadnak egyébként, így, amiket hoztál. Ez abszolút egymásból. Úgyhogy egyik a másikban. Na, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az utolsó, ne legyen most már valami nagyon, jaj, de jó, de örülök neki, hogy ez se lett negatív fogalom, álom. Na, húha! Hát miután én 2 évet pszichoanalizáltam, megtanultam azt, hogy az álomnak milyen óriási szerepe van. Ugye Jung, én elsősorban jungista vagyok, ha már erről van szó, mert ugye Freud volt az, aki becsapta az ajtót a múltra. Tehát az a múltnak a előítéleteire és egy szabadságot adott tulajdonképpen. Becsapta az ajtót, de Jung kinyitott mindenfele ajtókat. Metafizika fele is, és asztrológia is, és I Ching, és minden, tehát ő nagyon-nagyon-nagyon nyitott volt, és az álomnak, az álomról ő azt mondta, hogy a tudat alattink az olyan, mint egy tenger, és a tudatunk az olyan, mint egy sziget a tengeren, tehát óriási nagy különbség van arányban, és valóban a tudat alattink az öröktől fogva jön a tudatuk, az nagyon kis fiatal képződmény, ugyan háromsík a szellemi, a fizikai és a mentális, és ebből a mentális az utolsó képződmény, ugye, mert a szellemi az mindig volt, örökké való. Az anyagi, tehát a megjelenésük az nehány millió éves állat tulajdonképpen, és a tudatuk az nehány ezer éves. Tehát az, hogy még ma is vannak ugye olyan törzsek a Amazonászon, amik Jung tanulmányozta őket, még nincs egójuk, nincs tudatuk. Tehát ezt az, hogy a madár én vagyok, a felleg én vagyok, nézd meg az altamériai barlangnak a festményeit, vagy a laszkói barlangnak a festményeit, nincs odaírva ezek a csodálatos barlangfestészekre, ki csinálta. Aztán megjelennek a piramisok, és aztán megjelennek az alkotás, és még a gyerekbe is az alkotást érzi az ego, mert hogy ő mert tudja, hogy szegény halálra van ítélve, tehát neki valamibe látni kell magát, élek, és magam után hagyok még valamit. Neked vannak visszatérő álmaid? Nekem volt egy visszatérő álmom, mégpedig az, hogy bejön a vonat az állomásra, és elmegy. És én ott lemaradok. És ez addig volt, amíg nem kezdtem a könyvemet írni. Mert ez egy feladat volt, amit én nem csináltam, és be kellett teljesíteni. Így van. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én úgy gondolom, hogy annyira sokrétű volt ez a egy óra, mint amilyen sokrétű te magad vagy, és tényleg neked ki kell írni magadból, és nagyon jól találkozott a feleséged a Librinek a szerkesztőjével, és hogy meggyőztek arról, hogy ezt ki is kell adni, nem csak megírni, hanem ki is kell adni, sőt a folytatást is nagyon nagy örömmel, és nagyon nagy kívánsággal várjuk. Kedves nézőink, a Színészírók, író-színészek sorozatunkban egy zongorista, nagyon híres karmester, művészember volt a vendégünk, aki nem mint színész, habár mondhatnánk azt is, hogy színészként is írta ezt a könyvet, és őt Vásári Tamásnak hívják, ő volt a mai vendégem, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
A szerkesztő műsorvezetőt, Linka Ágnest hallották.